Ebben a videóban bemutatunk 10 hibát, amit sok kezdő befektető elkövet a kriptopénzek piacán. Azért érdemes ezekről tudnod, hogy elkerülhesd őket, ugyanis a piac egyre élénkebb, érdemes kihasználnod a lehetőségeket. Ha végignézed, azt is megtudhatod, ezek közül melyik volt az a hiba, amit egykor én is elkövettem. Az első a megfelelő kutatás, vagyis a do your own research hiánya. Sok kezdő befektető ugrik bele a kriptovásárlásba anélkül, hogy alaposan megismerné azt a coint vagy coinokat, amik felkeltették az érdeklődését. Nem lehet elég alaposan utána járni egy kriptopénznek, mielőtt befektetnénk, de persze azt is fontos tudnod, hogy milyen szempontok alapján kell értékelned. Ha nem nézel kellően a mélyére egy projekt, akkor kellemetlen meglepetések érhetnek. Nézd meg a közösségi média felületeiket, próbáld meg felmérni, hogy mennyire aktívak és mennyire hiteles, amit mondanak. Olvasd el a whitepaper-t és az összes bemutatkozó anyagot. A linkedin és más felületeken tudd meg a lehető legtöbbet a csapatról. Értsd meg a fundamentumot, hogy is azt, hogy pontosan mivel foglalkoznak, milyen célt akarnak megvalósítani. Lásd át a partnerkörüket, vagy valamilyen egyéb, az adott. Tevékenység szempontjából releváns indikátort. És végül? de abszolút nem utolsó sorban a historikus árfolyam görbét is kötelező átnézded, ugyanis ez alapján elvégezhetsz olyan számításokat, amikből láthatod, hogy a te célárad mennyire reális, vagy éppenséggel irreális. A következő pont a túlzott befektetés. Sokan egyszerűen több pénzt fektetnek be, mint amennyit megengedhetnének maguknak, és ez komoly anyagi problémákhoz is vezethet. Hiszen ha van valami, ami gyakran megtörténik a kriptopénzek piacán, akkor az a hirtelen óriási fordulás a rossz irányba. Csak annyi pénzt kockáztas a kriptopénzek piacán, aminek az elvesztését gond nélkül el tudod viselni. Gondold át, és tervezd meg alaposan, hogy mennyi pénzt akarsz kockáztatni a kriptopénzek piacán. Ne es abba a hibába, hogy amit befektettél, az úgyis busásan megtérül majd. A kripto befektetők bő 80%-a bukik ezen a piacon. A harmadik pont szorosan összefügg a másodikkal, ez a jó öreg FOMO, vagyis a Fear of Missing Out. Amikor a befektetők, vagyis a kriptoérdeklődők érdeklődők azt látják, hogy egy coin üstökösszerűen emelkedik, nagyon könnyen hajlamosak rá De a FOMO sosem jó stratégia. A FOMO hatására tett befektetések jelentős része nagyon hamar csúnyán végződik. A legritkább esetben történik csak meg, hogy sikerül jókor beszállnod. Általában, ha rá ráfomózol egy konyra, utána hamar jön az összeomlás. Arról nem is beszélve, hogy a fomó simán rávehet egy másik, nagyon súlyos hibára. Ez pedig a különböző befektetéseid közötti ugrálás, ami szigorúan tilos. Ha van egy befektetésed, akkor tartsd magad ahhoz, ne engedd, hogy ráfomóz valami tök másra. De mielőtt tovább mehetnénk, egy gyors szó a Prime XBT-ről. A Prime BT egy remek tőzsde, ami természetesen kriptoszolgáltatásokat is nyújt. Ilyen többek között a copy trading, aminek segítségével gomnyomásra elkezdhetsz követni sikeres kereskedőket. A copy trading három szögegyszerűségű lépésből áll. Több száz kereskedési stratégia között válogathatsz, megnézheted a teljesítményüket, és kiválaszthatod azt, ami számodra a legmegfelelőbb. Második lépésben beállítod a pontos összeget, amit az adott stratégiára szeretnél allokálni. Harmadik egyben utolsó lépésként megnyomod a követés gombot, és innentől kezdve minden eredmény, amit az adott kereskedő elér, egyben a te sikered is lesz. Ráadásul egyszerre több különböző kereskedőt is követhetsz. Ha a leírásban szereplő linken keresztül regisztrálsz, 7%-nyi bónuszt kapsz minden egyes depozitod után. A negyedik pont a biztonságra fókuszál. Nagyon sokan tényleg nem figyelnek oda az alapbiztonsági lépésekre, és ez különösen ezen a piacon óriási kockázatot jelent. Pedig amit meg kell tenni, a sokszor valójában tök egyszerű. A kellően erős, kis és nagybetűket, számokat és speciális karaktereket egyaránt tartalmazó jelszó, a két lépcsős azonosítás használata, a passphrase gondos, lehetőleg offline eltétele. Ráadásul sokan még azt a hibát is elkövetik, hogy tőzsdén tartják a kriptopénzeiket, ami megint csak nem szerencsés a lehető legjobb, hogy a saját tárcát készítesz magadnak. Az ötödik pont a diversifikáció hiányáról szól. A portfólió túlzott koncentrálása egy vagy néhány kriptopénzre komoly kockázatot hordoz magában. Érdemes diversifikálni, vagyis legalább 4-5 különböző coinba vagy tokenbe fektetni, de erre még vissza fogunk térni. A hatodik pont megint csak visszautol a fomo -ra ez az impulzív kereskedés. Nagyon sokan megengedik maguknak, hogy az olyan érzelmek, mint a félelem vagy a kapzsiság irányítsák a döntéseiket. Ez könnyen vezethet hibákhoz, a hibák pedig veszteséghez. Egy sikeres befektető nem engedi meg magának, hogy ezek az érzelmek irányítsák a döntéseit. A sikeres befektető mindig a lehető leghidegebb fejjel gondolkodik, még akkor is, hogyha ez a gyakorlatban sokszor nagyon nehéz. A hetedik pont a piaci trendek és a piaci visszajelzések figyelmen kívül hagyása. Sokan nem követik vagy nem értelmezik helyesen a piaci trendeket és a piac technikai jelzéseit. Éppen ezért érdemes feliratkoznod a Kriptoakadémiára, hiszen mi mind technikai analízissel, mind hírelemzéssel is foglalkozunk. A nyolcadik pont a túlzottan bonyolult kereskedési stratégiák használata. Sokan olyan kereskedési stratégiákhoz folyamodnak, amit nem értenek kellőképp, ennek megfelelően nem is tudják helyesen használni azokat. Arról nem is beszélve, hogy ezekhez óriási rutinra lenne szükség a kereskedés, de hosszú távon még az egyszerű hodl sem magától értetődő. Éppen ezért kezdőként a lehető legjobb, hogyha a lehető legegyszerűbb stratégiát követed. A Bika piac lehető legkorábbi szakaszában érdemes beszállnod, majd tudom könnyű mondani, de a csúcson érdemes kiszállnod. A lényeg a lényeg, ne bonyolíts túl a kereskedési stratégiádat, vegyél bele a lehető legkorábban, majd szállj ki a lehető legjobb időpillanatban. És tudom, ez nagyon egyszerűen hangzik, a gyakorlat ennél nyilván jóval összetettebb. De pontosan ezért érdemes folyamatosan követned a piac történéseid, hogy a lehető legjobban ráérez majd arra, mikor érdemes kiszállni. A kilencedik pont már egyből ellent is mond a nyolcadiknak. Ugyanis ez arról szól, hogy sokan túlzottan sokat figyelik a piac történéseit, és túl sokat adnak a piacról érkező hírekre. Vagyis elkövetik azt a hibát, hogy minden egyes rezdülésre és minden egyes új hírre valamit változtatni akarnak a stratégiájukon. A híreket követni és folyamatosan informálódni természetesen kötelező. Viszont ne kövesd el azt a hibát sem, hogy túl sokat hallgatsz a különböző hírforrásokra. A sok éves tapasztalat ugyanis az, hogy ez a piac inkább, mint egy kicsit a saját feje után menne. Nyilván a kriptopiacról származó híreknek azért lehet masszív hatása, de úgy általában ez a piac tényleg a saját belső logikáját követi, úgy mint a felezés, a felezés indukált a ciklikusság, a csúcsok és így tovább. A tizedik és egyben az utolsó pont talán a legfontosabb ezen a listán. Ez a hosszú távú célok hiánya. Ne számíts arra, hogy két hét alatt meg fogsz gazdagodni. Legyen egy hosszú távú stratégiád, aminek a legfontosabb eleme, a céláraid kitűzése. Ha nincsenek céláraid, akkor nem is tudod, hogy hova tartasz igazán, legalábbis nem tudod, hogy mit szeretnél elérni. Ha van egy realisztikusan meghatározott célárad, akkor legalább van valami, amire vársz, amire készülsz, és amit kitűztél magad elé, és ami a legfontosabb, van valami, amihez tartanod kell magadat. Ezen a listán most legyen elég annyi, hogy a market cap mindig ki fogod tudni számolni, hogy mennyire realisztikus a célárad. Tűz ki egy célárad, a szorozd meg a piacon lévő készlettel, és nézd meg, hogy mekkora a market cap. Hogyha azt kapod, hogy a kiszemelt altcoinod, memecoinod, shitcoinod, vagy bármi egyébnek a market cap-je, tízszerese a bitcoin market cap akkor valószínűleg nem túl reális az elképzelésed. Ezzel szemben, hogyha még a piac növekedését is figyelembe veszed, és úgy számolsz egy realisztikus market cap-et, pontosabban célárat, akkor már lehet, hogy sokkal közelebb jársz a valósághoz. Tehát mindenképp számolt ki, hogy az adott célár elérése esetén mekkora lenne a market cap -ja a projektednek. És akkor zárásképp lássuk, melyik volt ezek közül az a hiba, amit én is elkövettem. Ez a diversifikáció hiánya. Sok-sok éve besétáltam abba a csapdába, hogy minden pénzemet egyetlen egy coinba tettem. Nagyon hittem a projektben, hittem abban, hogy el fogja érni a kitűző célárat. Ehhez képest az a bizonyos projekt összeomlott, és mára már nem is létezik. Vagyis az összes pénzemet elbuktam. De tanultam a hibámból, talpra álltam, és ma már nem követem el sem a túlzott diversifikáció, sem a diversifikáció teljes hiányának hibáját sem. Összesen 4-5 különböző kriptopénzt tartok, de úgy, hogy ebből az egyik a portfóliumnak legalább a 60%-át kiteszi. Ezáltal megvan a diverzifikáció nyújtott a biztonság, de a nagy kasza lehetősége is. Ha tetszett ez a videó, mindenképp iratkozz föl, nyomj egy lájkot, like mondd el egy komment formájában, hogy te milyen hibákat követtél ezen a piacon, és tarts velünk legközelebb is.